Köszöntöm az ismerős nézőit, vendégem Rács László Vádon polgármester, akit szintén köszöntök itt a stúdióban. Mondhatni rendszerváltó polgármester, hiszen ugye a rendszerváltást követően lett Vádon belső embere, két cikluson keresztül tevékenykedett, aztán most a legutóbbi választáson szintén elindult és nyert polgármester újra. De mielőtt rátérnénk itt a polgármesteri teendőkre, tevékenységekre, munkákra, feladatokra, én azt gondolnám, hogy egy kicsit ismerjük meg közelebbről ezt a rendszerváltó polgármestert, ha már így a beszélgetésünk elején is jót kacagtunk ezen. A Volánnál dolgozott 20x évet, tehát egy, úgy gondolná az ember, hogy egy röghöz kötött emberről van szó, de nem is itt Tolna megyében, hanem Vajtán nevelkedett, aztán később került ide. Hogyan indult az élete, hogy jött aztán a végcél és a mostani állapot Várdomba? Hát elég mozgalmas volt ez az életút meg pálya. Tulajdonképpen én úgy, a szüleim úgy voltak vajtaiak, hogy édesanyám Szekszárdról származott, édesapám meg Hercegfalván született, és mind a ketten Tolnán tanítottak, pedagógusok voltak, és hát hasonlóan ismétlődik, úgy látszik, a családba a probléma, ők is a lakás probléma miatt, amikor összeházasodtak. Akkor Vajtát pályázták meg, Vajtán volt üres kántortanítói állás, mert édesapám kántortanító volt, és akkor megpályázta azt az állást, és úgy került a család tulajdonképpen Vajtára, így lettem én vajtai. De amikor az általános iskolai tanulmányom miatt befejeztem, és hát a középiskolába mentem, akkor a szekszárdi garai pályáztam, illetve céloztuk meg, és ide jártam a garai gimnáziumba, Szekszárdra, egészen 57 februárjáig, amikor is az 56-os események miatt, mint forrófejű fiatal és diák, nem egyedül és nem magam, hanem többen részt vettünk a kommunista jelképeknek az eltüntetésében. Szembe volt a gimnáziummal az akkori sejemgyár, és ott a Vörös Csillag nagyon bökte a szemünket akkor is. Egy lázadó gyerek volt ezek szerint? Hát én általában igen. Általában igen. Na és akkor 56 után akkor kezdődött a megkeresése azoknak a személyeknek, akik részt vettek ezekbe, és akkor én úgy gondoltam, hogy jobb lesz inkább eltűnni erről a környékről. És akkor átiratkoztam a Sárbogárdi gimnáziumba, tulajdonképpen ott érettségiztem le, és érettségi után a vasúthoz kerültem. 18 évesen ott töltöttem el 10 esztendőt. Tulajdonképpen Bátaszéken volt a telephelyem, és ahhoz, hogy hát a munkámat el tudjam végezni, az szükséges volt Bátaszéken laknom, így belaktam Bátaszéken. Aztán jött a katonaság, bevonultam, leszereltem, közben még a Sárbogárdi gimnáziumi évek alatt egy diák szerelemnek a folytatásaként leszerelés után rögtön megnősültem, és akkor hát a bátaszéki albérleti lakásban ott laktunk. Aztán 65-ben a feleségem postán dolgozott, posta hivatalvezető volt, megüresedett a várdombi postahivatal, megpályáztatta a Magyar Posta, és akkor feleségem megpályázta, és akkor így lett szolgálati lakásunk tulajdonképpen, és így kerültünk 65-be Várdomra, ahol aztán végleg legyökereztem. Tehát itt már tényleg él az, amit az előbb mondtam, hogy egy röghöz kötött ember, de ugye én arra gondoltam elsősorban, hogy ritkaság, hogy ugye ma, hogy valaki 21 néhány évet eltölt egy cégnél, ez pedig a Volán volt, ahol nagyon sokáig dolgozott. Igen, hát én azt hiszem, hogy ez a röghöz kötöttség, ez annak a korszaknak is a... Ha valaki szerette a munkáját, és az egy jellemző volt, az egy jellemző volt. Általában hát volt az úgynevezett törzsgárdatagság, tehát 15 éves, 20 éves, 25 éves törzsgárdatagsággal jutalmazták azokat a dolgozókat a szocialista rendszerben, akik kitartottak a vállalat mellett, de hogyha az ember meg volt elégedve a munkahelyével, és én alapvetően meg voltam elégedve, és
nagyon jól éreztem magam a Volánnál, és így tudtam ott maradni ilyen hosszú időn keresztül. Azon kívül, hát én nekem benne van a véremben valószínűleg az, hogy mindig valami újat, meg mindig valamit tenni kell, meg valamit csinálni kell, mert különben nem érzem jól magam. És hát, mint a partra szálló tengerész gyalogosok, tulajdonképpen én mindig ilyen feladatokat végeztem az életem során, mert a vasútnál is helyettes voltam, ami azt jelentette, hogy a pécsi igazgatóság területén, ahol valaki szabadságra ment, oda kellett menni helyettesíteni forgalmistát, főnököt. És hát azért az nem egy akármilyen dolog, amikor az ember egy vadidegen helyre oda kerül, és ott ugyanúgy el kell látni a szolgálatot, mint hogyha ha folyamatosan ott. És ezek mind biztos, kihívás, hogy... így van. Mindig ugyanaz a feladat mindenhol. És ugyanilyen kihívás volt a Volánnál is a kirendeltségvezetői beosztás, ahol hát ugye 61 néhány rakodó munkással, egy csomó gépkocsi vezetővel, nem könnyű emberekkel kellett eleget tenni annak a feladatnak, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. Aztán akkor később bekerültem a vállalati központba, ott teherforgalmi fuvarozás szervezési csoportvezető voltam, nem tudom, hosszú időn keresztül hozzám tartozott az egész vállalatnak a teherfuvarozási profilja, ami ma már nincs is a Volánnál, mert megszűnt, most már csak személyfuvarozás létezik, és azt követően akkor vállalkozási csoportvezető voltam. Volán, a Szekszárdi Volán nagyon sok helyen dolgozott az országban, bánya megnyitásoknál, útépítéseknél, és hát ezeknek a fuvarozásoknak az összefogása, a koordinálása volt a feladatom. A tennivágyás miatt váltott aztán végül is, hogy 90-ben hát polgármester lett? A tennivágyás is benne volt. Ez, hogy 90-ben úgy lettem polgármester, hogy ez még 89-re nyúlik vissza, hogy a faluban nem volt, vázomban nem volt gáz, vezetékes gáz. És többen beszélgetések kapcsán akkor építkeztünk, akkor nem volt rá idő, hogy az ember ezzel foglalkozzon. Miután befejeztük az építkezést, akkor jöttek azok a gondok, hogy hát valahogy azért fűteni kell, és azért mennyivel kényelmesebb, meg korszerűbb, meg modernebb volna az, hogyha gázzal tudnánk fűteni, de hát nincsen vezetékes gáz a faluba. És akkor alakítottunk egy építőközösséget, ugyanilyen vehemenciájú és tenni akaró emberekkel, és bevezetettük Várdombra a gázt, és hát ennek az egyik főszervezője az én voltam, és akkor jött közben a rendszerváltás, ugye 90-ben, 89 végén, 90-ben, voltak a választások, akkor Várdomb a Bátaszéki Nagyközségi Közös Tanácsnak a társközsége volt. Tehát 69-ben elvitték Várdombról a közigazgatást, és mindenért Bátaszékre kellett mennünk. És akkor jöttek az emberek, hogy nem kéne elszakadni Bátaszéktől, nem kéne önállósulni, nem lenne jobb, meg kell próbálni, hát most próbáljuk meg. És akkor megint összeállt egy csapat, és elkezdtünk szervezni, kérdőívet töltöttünk ki, hogy kívánja-e, hogy elszakadjunk Bátaszéktől, kívánja egy önállóan. Ha igen, akkor kit kíván, vagy kit gondol polgármesternek, kit gondol képviselőnek. Tehát ilyen fölmérő. Így van. Tartottak. És hát én álmomban sem gondoltam arra, 7 vagy 8 voltunk, és jártuk a falut különböző területeken. És akkor, mikor összeültünk, akkor kit kíván polgármesternek? Rács László, alig akadt más név, és akkor teljesen ledöbbentem, mondom, hogy úristen, most akkor ez ezzel mit lehet kezdeni? Gondolom azért sokat számított ugye a gáznak a bevezetése, ez biztosan meghatározó volt, meg az ön attitűdje, a tennivágyás, amit már így említettünk többször is, biztosan. Ez egyértelmű, és hát akkor jött a választás, és egyedül nem is volt más jelölt, mert nem volt más jelölt, és hát nem volt könnyű győzni, mert egyedül voltam. Egyedül voltam, és akkor hogy megválasztottak polgármesternek, a következő ciklusban úgy szintén egyedül, tehát nem volt más induló, ismét megválasztottak, és hát az a 8 év azért ez egy erőteljes, nagy lángon lobogás volt, mert az elején
teljesen más volt az önkormányzatnak a helyzete, mint most. Akkor még volt pénz, volt lehetőség fejlesztésekre, rengeteg, sok minden megvalósult a faluban ez alatt a két ciklus alatt. Mint például milyen jelentős beruházások voltak hát az abban összes, az időben? Az összes utunk szilárdburkolatú lett. A gázt, a telefon elsőként szólalt, a vezetékes telefon elsőként szólalt meg Várdonban, Tolna megyébe. Tehát mi voltunk az elsők, akik megkaptuk a telefont. Akkor 92-ben bekapcsolódtunk a pince programba. Rengeteg pince van Várdonban, és vannak elfeledett, meg tehát akkor kutattuk föl ezeket a pincéket. És ez a pince program is rengeteg fejlődést hozott Várdomnak, a veszélyes partfalaknál a támfalak építése, ezeknek a pincéknek a megerősítése, a veszélyes pincéknek a tömedékelése. Aztán művelődési háznak az élővététele, a felújítása, és amit a legnagyobb eredménynek tartok tulajdonképpen ebben a két ciklusban, az, hogy visszatért Várdombra a közösségi élet. Tehát azelőtt a Bátaszéki Nagyközségi Közös Tanácsi idő alatt a kultúrház volt, úgyhogy hónapokig nem volt ki se nyitva, mert nem volt semmilyen élet, és 91-től kezdődően meg sorra alakultak a különböző civil szerveződések. Például Tánccsoport, aztán Babamama klub, nyugdíjas klub, dalos kör, tehát megmozdult a falu. Hát ez tartja életben ez végül tartja is életben a falut, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, azt hiszem meghatározóak. Ilyen sikeres két ciklus után miért döntött úgy, hogy kész, vége, leteszi a lantot, hiszen volt egy kihagyás, és nem azért, mert nem választották újra, hanem azért, mert mondhatjuk egy kicsit besokalt talán. Valószínűleg igen. Elfáradtam. És úgy gondoltam, hogy jöjjön valaki más, fiataloké a jövő. Az volt a szemléletem, hogy hát én akkor ott álltam nagyon közel a nyugdíjkorhatárhoz, 58 éves, majdnem 59 éves voltam, és arra gondoltam, hogy még tovább vállalni, én azt hittem, hogy nem fogom tudni, vagy nem lesz hozzá erőm, csinálja valaki fiatalabb. Akkor már benne volt a pakliban, ugye, hogy egyre nehezebb volt az önkormányzatok léte, tehát... Az is benne volt. Meg voltak személyes jellegű problémáim is, meg egészségi problémáim is, és nem akartam úgy járni, hogy az egészségemnek a rovására megy, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább otthon maradok. Akkor már volt 3 unokám. Ó, tehát nem, az időt azt ki lehet tölteni. Nem unatkoztam egyáltalán otthon. Azt gondolom. Nem volt ilyen jellegű problémám. Igen, és akkor amikor a váltás történt, akkor utána jött a Willy Feri, akit én javasoltam tulajdonképpen a falunak, akkor őt megválasztottuk, és hát sajnálatos módon két ciklus után ő eltávozott, meghalt, és akkor én megint úgy kerültem előtérbe, hogy nem akartam én polgármester lenni, tehát én nem akartam visszajönni, nem is gondoltam arra, hogy újból visszalépek, hanem volt egy olyan elgondolásom, hogy ismét össze kéne fogni, mert egy picit ellaposodott ez alatt a 8 év alatt a közélet. Tehát nem azt mondom, hogy nem volt, de egy picit visszafogottan működött úgy, mint az előző időszakban. És akkor elkezdtem szervezni egy egyesületet, az Együtt Várdombért Egyesületet, és ennek a kapcsán, hát ez elkezdődött valamikor június tájékán, és jártam sorra a falut, és mondtam, hogy, tehát agitáltam az embereket, hogy lépjenek be, alakítsuk meg, aminek tulajdonképpen az volt
az értelme, és ma is az az értelme, hogy több apró pici kis szerveződés volt, amint már mondtam is, de igazából nem voltak bejegyzett hivatalos szervezetek. Mert 8-10 ember nagyon nehezen tud egyesületet alakítani, mert az anyagi lehetőségek sem teszik lehetővé bírósági cégbejegyzés, számlavezetés, tehát ezt egy kis csoport nem tudja megcsinálni. De erre miért van szükség? Anyagi támogatás véget, vagy miért szükséges ilyen formát azért, adni neki egyesületi formát? Mert ma a pályázatok világát éljük. Ma nincsen, tehát hogy az önkormányzat, ahogy beszéltünk is már róla, hogy az önkormányzatoknak a támogatása az megszűnt. Addig az önkormányzat támogatta ezeket a civil szervezeteket a költségvetésből, a várdombi kis apró szerveződéseket, mert nem voltak szervezetek hivatalosan. És az önkormányzatnak, ahogy a pénze fogyott, tehát tulajdonképpen ez, hogy ellaposodott a közélet, az annak is köszönhető volt, hogy nem volt rá pénz, mert az önkormányzatnak egyre inkább nem volt pénze arra, hogy támogassa ezeket a civil szerveződéseket. És hát, hogyha nincsen pénz, ha nem tudnak a nyugdíjasok elmenni kirándulni, ha nem kapnak erre lehetőséget, akkor meghalt, akkor nincsen tovább. És ma pénzhez jutni csak pályázatokon keresztül lehet, ha viszont nincsen hivatalosan bejegyezve, nincsen bírósági cégbejegyzése egy szervezetnek, akkor annyi, mintha nem volna, tehát akkor nem tud pályázni. És ezért gondoltam én azt, hogy létre kell hozni egy egyesületet, hogy lehessen pályázati pénzekhez jutni, és életben tartani ezeket a szerveződéseket. És tulajdonképpen visszakanyarodva az eredeti mondandómhoz, amikor jártam végig a falut, akkor elkezdték az emberek kérdezni, hogy nem gondolom én azt, hogy most vissza kéne jönnöm, hogy nincsen polgármester, mondom, nem gondolom, én egyáltalán nem gondolom. Nekem ez a civil szervezet, ez kiteszi az én szabadidőmet, meg a tenni akarásomat. Aztán úgy alakult, hogy egyre többen, egyre többen, egyre többen, és akkor elkezdték hozni, amikor már a finisébe fordult a választás, az ajánlószervényeket, mondtam, nem. Hát dehogy is nem, hát ki lenne más, és akkor... De sokan szerettek volna az ön helyében lenni, azt hiszem. És akkor, hát aztán akkor megint úgy döntöttem, hogy hát, hogyha megint, ha ennyire ez a falunak az akarata, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem. És akkor sikerült is. Akkor sikerült, igen. Hát megint volt, azt hiszem, hogy hat jelölt, vagy hat induló, és akkor a többi öt kapott körülbelül ugyanannyi szavazatot, mint én, úgyhogy annyira magasan sokan szavaztak rám, úgy így lettem aztán megint polgármester. De jól vagyok, köszönöm szépen, tehát nincsen vele semmi bajom, fárasztó. Nagyon sokat kell dolgozni, sokkal, sokkal keményebb feladat szerintem most, mint az előző ciklus volt, független attól, hogy most már ki van épülve az önkormányzatnak az infrastruktúrája is, mert a idézőjelbe vett infrastruktúrája, tehát a szervezete, mert akkor, amikor a 90-ben, akkor nem volt Várdombon még semmi. Annak idején úgy fogalmaztam, hogy a fű alól nőttünk ki, mert hát mint akkor megalakult önálló község, nekem nem volt egy íróasztalom, ahol leüljek, tehát mindent úgy kellett kialakítani. Most tulajdonképpen maga a hivatali szervezet az működik, létezik, jól működik, tehát ezzel nincsen, vagy nem volt problémám, meg nincs is problémám. Hát megint a pénztelenség, meg ez a pályázati rendszer, hogy mindenre pályázni kell, de minden pályázatnál ott van valami, ami miatt egy ilyen nagyságrendű település, mint Várdomb, ami kicsinek nagy, nagynak kicsi, valahol ott van a Körülbelül 1200-1300 lakosa van, igen. És mindenhol ott van valami ha, hogy, vagy valami de, hogy na most itt ezért nem lehet ott, azért nem lehet ott, amazért nem lehet, és rengeteg energia fecsérelődik el azzal, hogy az ember keresi mindig azt a lehetőséget, hogy honnan tudjon valamilyen támogatást szerezni azért, hogy valamit tovább tudjunk fejlődni.
És hát gondolom azért a pályázati írás sem egy egyszerű feladat manapság, hiszen ezt ma már nagyon komoly iskolák tanítják, tehát a pályázaton igen, való nem is kínlódunk mi ezzel, mert erre még végérvényesen nem volna idő. Én igazából most úgy vállaltam, hogy tiszteletdíjasan csinálom. Igaz ugyan, hogy azt is mondtam, hogy a tiszteletdíjas státusz az én számomra nem azt jelenti, hogy most akkor nem dolgozom annyit, hanem csak nem akarok annyit pénzt elvonni a falutól a bér miatt, miután van nyugdíjam és nyugdíj mellett csinálom, tehát nem megélhetési forrás nekem az, hogy én polgármester legyek, hanem mondhatom azt, hogy szinte hobbiból, de ettől függetlenül hát ezt a családom tudja megmondani, hogy azért nem 4 órában, meg 3 órában, hanem úgy sokszor, hogy folyamatosan van mit csinálni, és mi hát most a legfontosabb egyébként, ami a Várdombi önkormányzatot idegesíti, izgatja, esetleg valami terv, amit most mindenáron szeretnének megvalósítani, amiért többek között maguk a pályázatok is íródnak? Hát nagyon sok tervünk van, tehát végül is azt lehet mondani, hogy olyan nagy bajok és olyan komoly bajok igazából nincsenek, mert mára azt lehet mondani, hogy összkomfortossá vált a település. Amikor én elmentem nyugdíjba, akkor tulajdonképpen a közművek közül a kábel-tévé és a szennyvíz hálózat kiépítése volt vissza, ezt a Willy Feri megcsinálta, és tulajdonképpen most összközműves település Várdom, tehát ilyen égető gond nincs. De azért ahhoz, hogy a 21. század kor követelményének megfelelő falukép alakuljon ki, akkor, amikor az embereknek a megélhetése sem olyan egyszerű, és nincsen pénz a családokban, hogy mit tudom én, hogy az épületeiket tatarozzák, meg rendbe tegyék, meg normális külső legyen, viszonylag kevesek számára van erre lehetőség. Az én számomra a kihívást most az jelenti, hogy valamilyen európai külleművé kéne tenni ezt a települést. És képesnek kell lenni a középületeket felújítani. Van egy falumúzeumunk, amit szeretnék hivatalos közgyűjteményé nyilvánítani. Most éppen ez a legfrissebb, amit csinálok. Föl kéne újítani ezeket az épületeket, amire az önkormányzatnak a saját erejéből futja, az megy, de mit tudom én, például egy tetőfelújításra már azt már csak pályázati pénzből lehet, mert azok már milliós nagyságrendek, és amennyi az önkormányzatnak a támogatása, az körülbelül azt föl is éljük, mert meg a szennyvíz kapcsán még 2015-ig viszünk magunkkal egy csomó hitelt is. Gondolom, a kötelező feladatok ellátására, meg a kötelező feladatok ellátása. Nagyon fontos feladat az iskolának a megtartása. Ezzel kapcsolatosan éppen most is ennek nagyon örülök, és azt hiszem, hogy ez is egy nagy dolog, hogy február 1-től egy bölcsödét tudtunk létrehozni, amivel az a szándékunk, hogy ott tartani a gyereket. Tehát aki a bölcsödébe beíratja, ezáltal a munkanélküliség csökken, mert a kismamák el tudnak helyezkedni, el tudnak menni dolgozni, akinek megvan a lehetősége rá. Utána nagyon bízunk benne, hogy ott marad az óvodába is, meg az iskolába is, és most tulajdonképpen azért harcolunk, hogy a 8 évfolyamos iskola az maradjon a faluba, és ne kelljen megszüntetni, felszámolni, mert hiszem, vallom, hogy ott, ahol az iskola megszűnik, és tapasztalom is környezetben, hogy ahol az iskola megszűnik, ott lassan elsorvad a falu is. Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk, sajnos lejár az időnk pillanatokon belül, de én hadd kérdezzem még meg azt, hogy ugye hamarosan telnek az idők, a hetek, a hónapok, az évek, mindjárt lejár ez a ciklus is. Vajon lesz-e folytatás? Ez egy jó kérdés. Mondom, nehéz kérdés, és ki tudja, hogy... Nehéz kérdés, mire lejár a ciklus, addigra én pontosan 70 éves leszek. Tehát 2 év múlva, most elmúltam 68 éves, én erőt még érzek magamban, és úgy gondolom, hogy talán tudom, bár esténként
eléggé rendesen el tudok fáradni Főleg, ha még az estére. unokák is jönnek. És hát nem tudom. Egyenlőre pillanatnyilag, ha ennél rosszabb nem lesz, és én nagyon bízom benne, hogy nem lesz rosszabb, akkor ha az egészségi állapotom továbbra is olyan lesz, hogy bírom, és hogyha a falunak a bizalma továbbra is megvan bennem, akkor lehet, hogy még egy másik ciklusnak is nekivágok. Az egy más kérdés, hogy milyen fölállásba. Én pillanatnyilag azt latolgatom magamban, hogy kéne egy tevékeny alpolgármester, tehát egy picit valahogy a háttérbe húzódni, és egy utánpótlást is kinevelni, hogy vigyék tovább. Mert még egy következő ciklus már biztos, hogy nem fog menni. Akkor én mindehhez jó egészséget kívánok, és kitartást. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, minden jót.